fast, a kapást. Húha. Épp, hogy át tudtam kapni a botot. Yes, tusom, ez igen. Húha. Ez szép hal lesz. Na, azt hiszem, hogy megjött a nagy pontyom. Hú, de kemény volt. Valahol a levegőbe járt a bot vége, ott kaptam el. Ez igen. Adrenalin egyből az egekbe. Hú. Az a kapás. Hát, ha ezt megfogom. Ez nagyon durva. Azt az eget. Bot karikába pedig 180 gramm. Jó, első kirohanáson túl vagyunk. Hú, azt az eget. Az a kapás. Nagyon durva. Oké. Elszaladt a part mellett, és most látom a zsinort, hogy fordul kifele. Kimegy oda a sodrásba. Húha. Hát azt hiszem, hogy megérte kijárni már csak most. Hát ha meg megfogom, az meg... Mert az még korán se biztos, hogy sikerül megfogni. Hú, hát láttam én reggel itt fordulni, meg ugrani azokat a pontyokat. És csak sikerült horogra csalni. Négy szem elrésztett kukorica volt fönt. Hát ez, remélem, hogy több lesz, mint 4 kilós. Tavaly annál nem sikerült nagyobbat fogni. Hát lesz még ennek kirohanása, szerintem most jó sok zsinort sikerült visszanyerni. A másik botot kihúzom. Nem fog zavarni. Szépen jön közelebb. Hát mennyi kellett? Egy 2 hétig kellett kiárni, etetni. 2-3 naponta is be is adta. Szépen jön fölfele, most már itt van a közelben. Most kell még odafigyelni. Megint megindul. Érzi, hogy egyre nagyobb a baj. Hát ha nem is az év legnagyobb pontját fáraszom, de hogy a legértékesebb, az biztos. Élmény szempontjából, meg amennyit dolgoztam vele, ott is van. Egy pillanatra már láttam, és nem olyan nagy hal, mint hogy gondoltam. Azt az egész hihetetlen. Milyen erő volt ebbe a halba. És nem olyan nagy. Remélem 5 kilót legalább, akkor már csípje már el. Tudjak egy kicsit szintet lépni súlyba is. Akkor mit csinál itt egy 10 kiló, 10 pluszos? Na megvan. Hát azért nem rossz. Milyen sérülése van a szemem mellett. Nem rossz hal, de ez is ez a 3-4 kiló környékén lesz, amiket tavaly is sikerült fognom. Kis tömzsi. Micsoda erő volt benne. Ezt azért. Na, akkor egy gyors mérést. Csak először megszabadítom a horogtól. Éme. Ez volt a csali. És a szerkú. Egy gyönyörű fárasztás volt. Hú, az a kapás, apám. Akkor azt mondja, hogy kilogramra van állítva, 0,00. Nézzük. Ó, na mi az?
akkor. Így is van. 3,99 kg. Hát akkor 4 kilós potyka. Hát nagyobbra gondoltam, megmondom őszintén. Tavaly fogtam azért ilyeneket, de nem rossz ez így kezdésnek. Remélhetőleg lesz majd nagyobb is. 4-es potyasz. Hát innen Tiszából egy nagyon szép ponty. Hát egy fertőtlenítés. És mehet is vissza. Hát haver, kösz, hogy jöttél. Megmozgattad egy kicsit a... Ó, na még egyszer, hogy tartsam ki. Gyönyörű ponty. Megmozgattad egy kicsit az adrenalin szintemet. Reméljük, hogy ez csak a kezdés. Tehát, ez az. Na tehát még egyszer, ennyi volt a szerelés. Nagyon egyszerű, egy ilyen csúszóforgó kapcsolom, van egy 70 g-os hólom, aztán 0,12-es vékony kis fonozsinór előke, egy ilyen teflon bevonatos, hát ilyen össze-vissza görbített forog, nem tudom ez milyen fajta, de ez nagyon szépen elakad nekik, és akkor egy 4 szem elrésztett kukorica. Ennyi az egész igazából. És akkor csak ide dobtam a part szélébe ezt is. És egy rá tudok mutatni nagyjából valahogy, hogy onnan érkezett a hal, tehát parttól alig pár méterre, az etetést is ugye ide alakítom ki. És akkor valahol itt, hogy megy tovább lefele a part meredeken, azon a részen vehette föl, legalábbis én úgy gondolom, hogy itt ebbe a part oldalba is szeregetik a kaját a halak. Na jó, hát a féket visszalazítom. Ezt valahol itt járt fönt a bot. Akkor megfogtam és bevágtam a halnak. Szuper, nagyon jó volt. Mert ezért éri meg a Tiszára járni, az ilyen halakért, meg az ilyen kapásokért. Nem nagyon lehet találni máshol ennyire erős halakat. Jöhet a következő.